Idén nyáron már megújult formában várja a vendégeket az Elizabeth Hotel. A belső udvari részen bő egy hónappal ezelőtt parkoló volt. Az erkéllyel ellátott új lakosztályokból. A Gyulai vár mellett nem a parkolóautókat látják a vendégek, hanem zöld terület várja őket. Ez a rész még fejlesztés alatt áll. Az udvar napozó terasszal is bővült, ez az esti órákban is elég népszerűnek számít. Emellett a belső tér is új köntösben várja a Gyulára látogatókat. Első körben kiemelném most a bár részlegünket, ahol majd megláthatják a kedves nézők is, hogy egy nagyon vidám hangulatú, tágas tér került kialakításra, ahol a nap folyamán kávézóként funkcionálunk, az este folyamán pedig a bár rész bővül ki tulajdonképpen. Szintúgy az éttermi részünk is kibővült. Itt nagy igény mutatkozott a vendégek részéről a még nagyobb térre, és a szállodakapacitását is ugye bővítettük. Így igaz, hogy csak egy szobával, de férőhely tekintetében azért több vendéget fogunk tudni fogadni. Szükséges volt az is, hogy ennek a száma megnövekedjék. A felújítás több ütemben zajlik. A második már befejeződött, a lakosztályok, a bár rész, az éttermi rész bővítésével, valamint a kerti rész megújulásával. Az idei év végére tervezik a harmadik ütem munkálatainak elkezdését. A külső terasz részt bővítik, valamint egy medencét is szeretnének építeni. A szálloda menedzsmentje már várta az újranyitást. A foglalási kedv még egy picit alább hagyott, mint ahogy mi azt reméltük és bíztunk benne. Azonban így most már úgy tűnik, hogy a tartós jó idő is itt marad velünk, és ez nagyban segíti azt, hogy a foglalási kedv az még erőteljesebb legyen, és hogy érkezhessenek a vendégek hozzánk. Az, hogy lehetnek most már rendezvények, ez is nagyban segíti a kedvet, hogy jöjjenek. Gyula városát szeretik. Ez tény és való. Visszatérő vendégeink már most vannak, akik elmondták, hogy nagyon örülnek, hogy jöhetnek, és hogy milyen sok szép új dolog történt itt nálunk a szállodában. Arató Henrietta kiemelte, bíznak benne, hogy legalább a nyári időszakban hozzák majd azokat a számokat, melyek az utóbbi években jellemezték a szállodát.